Sziasztok! Ez a videó a Szent István utáni harmadik hatalmi harcról, Salamon és unoka testvérei visszájáról fog szólni. Salamon apjának, első András királynak sokáig nem született gyermeke. Miután Magyarország élére került, 1046-ban a német fenyegetés miatt hazahívta öcsét Bélát, és odatta neki az ország egyharmadát, létrehozva ezzel a dukátust, vagyis a hercegséget. Ráadásul, mivel Andrásnak még nem született gyereke, Bélának pedig ekkor már két fia is volt, Géza és László személyében, így András megtette testvérét Bélát örököséül. Ráadásul nem sokkal később Bélának megszületett a harmadik fia is lampert. András és Béla sikerrel is verte vissza harmadik Henrik német-római császár támadásait és jól irányították az országot. Azonban 1053-ban Anasztázia királyné végre fiút szült Andrásnak, aki a Salamon nevet kapta. Nem sokkal később pedig második fiúk Dávid is megszületett. Viszont belőle szerzetes lett, és nem foglalkozott politikával, így nem vett részt a későbbi trónharcokban sem. András és Béla kapcsolata 1058-ban romlott meg végérvényesen, amikor András király az új német-római császárral negyedik Henrikkel egy békét kötött, amely békében az öt éves Salamon eljegyezte a császárhugát, a 11 éves Juditot. Ráadásul a békekötés előtt András királya is koronáztatta Salamont, noha öccse volt a trónörökös. A két testvér viszájából végül Béla jött ki győztesen, és 1060-ban átvette az irányítást Magyarországon. András még ebben az évben meghalt, felesége és gyermekei pedig a német-római császárságba menekültek. Azonban negyedik Henrik német-római császár ezt nem volt hajlandó elfogadni, és 1063-ban Magyarország ellen támadt. Mivel nem sokkal a támadás után Béla király is meghalt, így Henrik csapatai könnyedén átvették az irányítást Magyarországon. Géza, László és Lampert pedig Lengyelországba menekültek. Így első András fia megszerezte a magyar trónt. Salamon koronázásánál Sógora negyedik Henrik személyesen volt jelen, ahol esküvel erősítették meg a békét országaik között. Azonban Salamon itt még nem vállalt német hűbért Henriknek, tehát egyenrangú uralkodóként viszonyultak egymáshoz. Viszont bőkezően meghálálta Sógora segítségét az újdonsült magyar király. Salamon uralkodása során a német családok megerősödtek Magyarországon. Mivel kezdetben az uralkodó csak tíz éves volt, ezért tanácsadói irányították a király helyett az ország sorsát. A legfőbb tanácsadója Vid Ispán volt, akinek családja Svábföldről érkezett Magyarországra még Orszeuló Péter idején. A király másik jelentős híve Bátor Opos volt, akinek a családja még Géza fejedelem uralkodása alatt költözött az országba. A Salamonra gyakorolt német hatás az uralkodó dénárjainak éremképein is kimutatható volt. Az ifjú király egyből egy nagy nehézséggel találta szembe magát, ugyanis, amint negyedik Henrik csapatai elhagyták az országot, Salamon unokatestvérei Géza és László lengyel csapatok élén betörtek az országba. A betörő lengyel hadakat maga a lengyel király második Boleszláv vezette. Salamon unokatestvérei elől az ország nyugati határszélére Mosonvárába menekült. Azonban itt még elmaradt az összecsapás az unokatestvérek között, ugyanis a magyar püspökök el akarták kerülni a további polgárháborút. A legtöbbet az ügy érdekében Ders Fidesző győr püspöketette, aki tárgyalások során elérte, hogy Géza a hercegség fejében engedje át békével az országot Salamonnak. 1064 januárjában győr városában ki is békültek egymással az unokatestvérek. Ráadásul áprilisban Pécset még közösen is húsvétolt Salamon és Géza, ahol az újdonsült herceg helyezte Salamon király fejére a koronát. A megállapodásuk értelmében Géza megkapta a dukátust, tehát az ország egy harmadát. Ennek igazgatásába bevonta öccsét Lászlót is. A hercegség nyitrai részeit Géza megtartotta magának, a bihari birtokokat viszont átengedte Lászlónak. Ezt követően Salamon és a hercegek békében irányították az országot. Együtt segítették meg Géza és László sógorát, Zvoni Mir akit az isztriai őrgróf megtámadott. A sikeres hadjáratból visszatérve közösen vettek részt a Zselic Szent Jakabi és Monostor felszentelésén. 1067-ben egy csessereg tört be az országba, akik egészen trencsénig nyomultak előre, és sok zsákmányt szereztek. Salamon és a hercegek együttesen felléptek ellenük, kiverték őket az országból, sőt, még cseh területekre is betörtek, és nagy tértek haza. 1068-ban is közösen hadakozott a király a hercegekkel, de ezúttal a másik irányba, ugyanis a besenyők és az úzok keletről betörtek Magyarországra, és egészen biharváráig és a nyírségig nyomultak előre, kifosztva ezzel a magyar királyság keleti felét. Salamon, Géza és László közösen Kerlés közelében a Cserhalmi csatában legyőzték a besenyőket. Ebből a csatából származik Szent László egyik legendája, amelyben egy besenyő az ütközetből menekülve el akarta rabolni az egyik magyar lányt. Azonban László ezt nem hagyta, utána ment és egy pár viadalban legyőzte a besenyő vitézt. Tehát Salamon és a hercegek jól együtt tudtak működni egészen 1071-ig. Ebben az évben egy újabb besenyő betörés miatt kellett megint összefogniuk. Azonban az 1068-astól eltérően itt most nem keletről, hanem délfelől támadtak a besenyő csapatok. Így Salamonék arra gyanakodtak, hogy a támadáshoz közel lehetett a Nándorfehérvári bizánci katonaságnak is, ezért a király és a hercegek a besenyők legyőzése után a városra rondottak, és egy három hónapos ostrom után el is foglalták Nándorfehérvárat. Ebben a hadjáratban elfoglalták még Szerém várát is. Csak hogy ez a győzelem viszály Salamon és Géza között mivel a herceg a király tudta nélkül elkezdett tárgyalni a görögökkel, és fegyverszünetet kötött velük. Ezért a várat védő Nikétász nem Salamon királynak, hanem Géza hercegnek adta meg magát, aki szabad elvonulást ígért a görögöknek, és nem engedte meg a magyar csapatoknak, hogy kifosszák Nikétász elvonuló katonáit. Salamonnak nagyon nem tetszett, hogy Géza herceg nélkül eljárt el ebben az ügyben, és ezért a Nándorfehérvári hadjárat során szerzett zsákmányokból csupán csak egy negyed részt szánt unokatestvére számára. A Nándorfehérvári ostrom során rengeteg nemes fémet, drága követ és gyöngyöt zsákmányoltak a magyarok. A dukátusban hagyományosan az volt az általános szokás, hogy a király kapta meg a megszerzett zsákmány kétharmad részét, míg a herceg pedig az egyharmadát. Ezzel szemben Salamon most négy részre osztotta a zsákmányt, és Gézának csak a negyedét szánta, míg a maradék részén ő és tanácsadói, Vid és Illia osztoztak meg. Tovább növelte Salamon és Géza ellentétét az a tény, hogy a bizánci császár hetedik Dukász Mihály csak Géza herceghez küldött követeket, hogy békét kössön a két ország között, Salamon királyhoz azonban nem. Ráadásul Salamon legfőbb tanácsadója, Vid Ispán azt javasolta a királynak, hogy fossza meg unoka a hercegségtől, és adja át neki a dukátust. A következő évben, 1072-ben a bizánciak megtámadták Magyarországot, és visszaszerezték Nándor Fehérvár várát. Salamon ezért egy támadást tervezett ellenük, és hívta a hercegeket is, hogy csatlakozzanak. Mivel ekkora már óriási volt a feszültség Géza és Salamon között, ezért a hercegek közül csak Géza ment Salamonnal. László a hercegi sereg felével a bihari dukátusban maradt, hogy bosszút állhasson, ha Bátjával bármi is történne az út során. Végül a hadjárat eredményesen zárult, és Gézának semmi bántódása nem esett. A magyar sereg mélyen benyomult a bizánci birodalomba, és egészen nisig jutottak. Így az unokatestvérek sikeresen visszaszerezték Nándor Fehérvárat, viszont tudták jól, hogy a konfliktus már olyan nagy közöttük, hogy a belháború elkerülhetetlen. Ugyan 1073-ban még egy egyéves fegyverszünetet kötött Salamon és Géza az Esztergomi szigeten, de ezt igazából azért kötötték meg, hogy mindkét fél alaposabban fel tudjon majd készülni a döntő összecsapásra. Ez a fegyverszünet egészen 1074. április 24-éig tartott volna. Géza herceg el is kezdett fegyverkezni unoka öccse ellen, és testvéreit külföldi uralkodókhoz küldte, hogy kérjenek segítséget a Salamon elleni harchoz. A kisebbik Lampert Lengyelországba ment, ahonnan segítséget is kapott. Az idősebb László először a Kievi Ruszba ment szerencsét próbálni, de miután onnan nem kapott csapatokat Csehországba ment, ahonnan Sógoruktól a Morva herceg Ottótól segítséget kapott. Amivel megindultak Magyarország felé. Salamon király sógorától, negyedik Henrik német-római császártól kapott segítséget. Miután megérkezett a sereg, fő tanácsadója Vidispán folyamatosan győzködte Salamont, hogy minél hamarabb támadja meg Gézát, mert így felkészületlenül érheti a herceget a támadás. Vid azért is akarta minél gyorsabban legyőzni Gézáikat, mivel azt szerette volna, hogy ő kaphassa meg a hercegséget Géza helyett Salamontól, amit a magyar király meg is ígért neki. Végül vit sikeresen rávette Salamont a fegyverszünet megszegésére, és 1074 februárjában váratlanul megtámadták Gézát. Géza a támadás hírére a Bihari Dukátusból Csehország felé indult testvéréhez Lászlóhoz, aki már úton volt a felmentő cseh csapatokkal. Azonban február 26-án Kemejnél találkozott a két sereg, ahol a túlerőben lévő Salamon könnyedén legyőzte Géza csapatait, akinek a csatában sem László, sem pedig Lampert hadserege nem állt rendelkezésére. Tovább nehezítette a herceg helyzetét, hogy főemberei közül többen is átpártoltak Salamonhoz. Géza herceg alig tudott a vesztes csatából elmenekülni. Végül a befagyott tisztán sikerült átkelnie és megindult Csehország felé. A menekülő Géza Vácnál találkozott Lászlóval és a Cseh csapatokkal. Így nagyjából egyenlő erőviszonyok lettek Salamon serege és a hercegek között. Mégis vidispán arra biztatta Salamont, hogy most számoljon legézáikkal. Így Salamon átkelt a Tiszán, és március 14-én Mogyoródnál összecsapott a hercegekkel. A csata során László herceg egy cselhez folyamodott. Mivel tudta, hogy Salamon Gézát hiszi gyengébnek, hiszen az ő csapatait nemrég tönkreverte, ezért megbeszélte bátyjával, hogy cseréljék ki zászlóikat, és így Géza zászlója alatt vonult hadba László és csapata. Ezért Salamon őket is támadta meg először, mert ez feltételezte a gyengébbik oldalnak. De amikor meglátta, hogy átverték, és ez Lászlónak az erősebb serege, akkor Gézáig felé fordult, de ez már késő volt, mivel így két tűz közé került már a csapataival. Így a Magyaródi csatában a hercegek egy óriási verést mértek a királyra. A harc során Salamon serege elpusztult, és még Vidispán is elesett. A király is csak bátor oppos segítségével nagy nehezen bírt elmenekülni a csatából. Salamon ezután a nyugati határszélre futott Mosomba. A Magyaródi csata után Géza és László a Dunántúl nagy részét elfoglalták. Csupán az ország egy keskeny sávja maradt Salamon kezén, Moson és Pozsony környéke. Ezt hiába próbálták elfoglalni első a fiai, Salamon emberei mindig visszaverték őket. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy Salamon nem mondott le a királyi címéről, így Géza legitimációs gondokkal küzdött. Ugyan 1074-ben Székesfehérváron az országos gyűlés királyá választotta első a legnagyobb fiát. Az új uralkodó első intézkedése az volt, hogy a dukátust odatta öcsének Lászlónak, aki így a magyar királyság egyharmadát irányíthatta. Viszont Géza csak ellenkirályként uralkodhatott Magyarország trónján, mivel az ország egy részét még mindig Salamon uralta. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy nemzetközileg is Salamon számított Magyarország királyának, és Gézát a nagyobb uralkodók csak egy trónfosztó hercegnek tekintették. IV. Henrik német-római császár egyértelműen sógorát támogatta a magyar királyi harc során, és hiába küzdött belpolitikai és külpolitikai problémákkal egyaránt, mégis hajlandó volt megtámadni Magyarországot, hogy Salamon visszaszerezze az uralmat. Azonban Salamonnak 1074 júliusában a német-római támogatásért cserébe birodalmi hűbért kellett vállalni a negyedik Henriknek. Így, ha a német-római császár ki tudta volna verni Gézát és csapatait, akkor német alávetettség lett volna Magyarországon. Géza király, amint értesült a német támadásról, besenyőket telepített az ország nyugati részére, hogy ők majd verjék vissza Salamon támadásait. Azonban csalódnia kellett, mivel a besenyők elfutottak már Salamon első támadása elől is. Salamonék serege két részből állt. A német-római csapatok a Duna északi partján nyomultak előre, míg Salamon seregeivel még északabbra a Nyitrai Dukátus területére támadott. Azonban Salamon támadása sikertelen volt, mivel László herceg visszaverte csapatait. A német seregek ennél sikeresebben nyomultak az ország belseje felé, és egészen Vácvárosáig jutottak, Géza király ellenük a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, amellyel kiéheztette a német katonákat. Továbbá megvesztegetett több német vezért is, akik szorgalmazták a visszavonulást. Így IV. Henry császár végül beleegyezett a visszavonulásba, és a hadjárata nem érte el a célját, és nem tudta Salamont visszahelyezni Magyarország trónjára. Viszont az ország kis részét így is biztosítani tudta Salamonnak ezen a kis részen, Pozsony és Moson környékén első András fia magát királynak tartva élt és uralkodói jogkörét gyakorolta egészen 1081-ig. Tovább nehezítette Géza helyzetét, hogy Salamon magával vitte a koronázási jelvényeket is, így Gézának újakra lett volna szüksége. Ezért Géza király megpróbált hetedik Gergely pápától egy új koronát kérni, amivel nemzetközileg legitimálhatta volna a helyzetét. Már 1073-ban hercegként is felvette a kapcsolatot Gergely pápával. Ekkoriban kezdődött az investitúra harc egyik legkonfliktus időszaka, amely során hetedik Gergely pápa és negyedik Henrik német-római császár ellentéte abból fakadt, hogy kinevezhesse ki a legfontosabb egyházi tisztségeket a pápa vagy a német-római császár. Mivel negyedik Henrik Salamont támogatta a magyar trón így Géza remélte, hogy a pápa majd neki ad igazat. Azonban csalódnia kellett, mivel hetedik Gergely Salamont tekintette ekkor még Magyarország törvényes királyának. Bár a szemére vetette a német barátságát, és megírta neki, hogy Róma jó akaratára addig nem számíthat, amíg negyedik Henriket pártfogolja, és figyelmeztette Salamont, hogy csak úgy uralkodhat, ha jóvá teszi eddigi hibáját. Mivel Salamon nem változtatott addigi politikáján, és még mindig negyedik Henrik hűbéresének tekintette magát, így Gergely pápa egyre jobban elkezdett nyitni Géza trónkövetelése felé. Egy 1075-ös levélben már azt írta a pápa, hogy Salamon uralkodását Isten ítélet akasztotta meg, mert rossz politikát folytatott, és Isten átadta Gézának a hatalmat az országban. Viszont Gergely pápa csak úgy lett volna hajlandó koronát küldeni Gézának, hogyha a magyar király elismerte volna a pápa Magyarország feletti hűbérét. Korábban, amikor Szent István király koronát kapott második szilveszter pápától, akkor ez még nem járt hűbéri alárendeléssel, ha viszont ezt Géza elfogadta volna most, akkor Magyarország teljesen a római pápa befolyása alá került volna. Géza király nem akart sem negyedik Henrik császárnak, sem pedig hetedik Gergely pápának hűbéresévé válni, így egy harmadik utat választott, és új politikai szövetségest keresett magának. A térség másik jelentős nemzetközi hatalma a bizánci birodalom volt. Itt hetedik Dukász Mihály császárral már 1071-ben felvette a kapcsolatot a Nándorfehérvári fegyverszület alkalmából. A bizánci császár nem kötötte nyílt alávetéshez Géza elismerését, és 1075 körül koronát küldött a magyar királynak. Ez a mai Szent Korona alsó része, amelyet görög koronának is hívnak. Ezen a görög koronán megtalálható többek között hetedik Dukász Mihály és első Géza portréja is. Ezért a koronáért cserébe Géza visszaadta Bizáncnak Nándor Fehérvár és Szerém várát. Így végleg lezárult a magyar bizánci konfliktus. Géza a bizánci szövetséget egy házasságkötéssel tette még szorosabbá, amikor elvette Szünadéné bizánci hercegnőt. Szünadéni Gézának már a második felesége volt, az elsőtől Lúzi Zsófiától két fia született, Kálmán és Álmos. Gézának ezzel sikerült biztosítani a legitimitását Magyarország élén. Azonban törekedett arra, hogy az ország Bizáncnak se legyen alávetve, így fontosnak tartotta, hogy Magyarországon továbbra is a katolikus hit maradjon meg, és ne a Bizánc központú ortodox kerüljön előtérbe. Ezt többek között templomépítésekkel próbálta alátámasztani. Géza király három éves uralkodása alatt épült a Váci Székesegyház, a Garam Szent Benedeki Bencés apátság, és még egy templom Magyaródon, amelyet az 1074-es Magyaródi csata emlékére építetett. Géza testvérét Lászlót azzal bízta meg, hogy űzze ki Salamont az országból. László hosszasan ostromolta a pozsonyvárát, de eredménytelenül, így Salamont továbbra is a birtokaim maradt. Tovább nehezítette Géza király helyzetét, hogy hetedik Gergely pápa kérte tőle, hogy béküljön ki Salamonnal, és erre szólította fel a magyar főpapokat is. Ezért a hatalmát kevésbé stabilnak érző első Géza 1076 karácsonyán az ország főpapjai előtt kijelentette, hogy hajlandó lenne unoka öcsének visszaadni az ország kétharmadát, és neki elég lenne az egyharmad is. Meg is kezdték a tárgyalásokat Salamon és Géza között azonban nem jutottak eredményre, mivel nem sokkal később, 1077. április 25-én meghalt Géza király. Mivel Géza fiai Kálmán és Álmos ekkor még kiskorúak voltak, így Géza hívei az elhunyt király idősebbik öccse László mellé álltak, és őt kiáltották ki az ország királyává. László csak úgy, mint bátyja, nemzetközileg kezdetben törvénytelen uralkodónak számított. Azonban ekkora már teljesen elharapódzódott az ellentét 7. Gergely pápa és 4. Henrik német-római császár között. A német-római császárságban egy ellenkirály lépett fel 4. Henrik ellen, akit a pápa támogatott. Ő Rajnai Rudolf volt. Mivel 4. Henrik volt Salamon legnagyobb támogatója, így László király is 7. Gergelyt és Rajnai Rudolfot támogatta. Feleségül is Rudolf lányát Adelheidot vette el. Azonban 1080-ban Rudolf meghalt egy csatában, így László király elvesztette egyik legfőbb szövetségesét. Tovább nehezítette László helyzetét, hogy negyedik Henrik csapatai Salamon birtokain állomásoztak, és mindig megvédték első András fiát, akárhányszor rájuk támadott László király. Szent László tudta, hogy amíg Salamon ott van a birtokai élén, addig csak egy ellenkirály lehet, így minél gyorsabban rendezte volna a helyzetet. Végül hosszas tárgyalások után 1081-ben megegyezett László és Salamon, amely során első András fia lemondott a trónról, cserébe pedig László királyi ellátást biztosított neki. Innentől számítva László már nem ellenkirály volt, hanem az ország törvényes uralkodója. Azonban Salamon nem akart beletörődni ebbe az új helyzetbe, és nem sokkal később egy összeesküvést szőt László király ellen. Szent László ezért 1082-ben elfogadta, és Visegrád környékén egy toronyba záratta. Ez a torony nem azonos a ma ismert Visegrádi Salamon toronnyal, mivel az csak a tatárjárás után keletkezett. A tornyot állítólag éjszakánként tök lámpásokkal ki is világították, hogy lássák, kiraboskodik benne. Innen ered a fénylik, mint Salamon töke kifejezésünk is. Azonban a magyarok közül sokan úgy gondolták, hogy Salamon igazságtalanul roboskodik a toronyban, mivel lemondott László javára az uralkodásról, és visszaadta a koronázási jelvényeket is a királynak. Viszont Salamon csak egy évig volt fogságban a toronyban, mivel Szent László amnestiát adott neki. Ez amiatt volt, mert a király az investitúra harcban hetedik Gergelyt támogatta, ezért a pápa, hogy meghálálja László támogatását, 1083-ban Szenté avatta a lovak király példaképét, Szent István, és mellette még Imre Herceget és Gellért püspököt is. Emiatt a szenti avatási eljárások miatt László általános amnestiát hirdetett mindenkinek, így kiengedték Salamont a toronyból. Salamon ezután Sógorához, negyedik Henrikhez ment, hogy segítse vissza Magyarország élére. Azonban Henrik császár éppen ekkor hetedik Gergely pápával hadakozott, így ezúttal nem segített Salamonnak. Tovább nehezítette az egykori magyar király helyzetét, hogy feleségével, Judittal teljesen elhidegültek egymástól, így tőle se remélhette, hogy meggyőzi a bátyját. Ezután Salamon a moldvai besenyőkhöz ment, ahol megállapodott vezetőjükkel, kuteskel, hogy ha visszasegítik Magyarország trónjára, akkor nekik adja egész Erdét és elveszi a lányát feleségül. A besenyők élén Salamon 1085-ben Magyarország ellen is támadt, ne sikertelenül, mert László legyőzte őket. Ezután az egykori magyar király a besenyőknél maradt, és velük támadta meg Bizáncot 1087-ben, de csak úgy, mint a korábbi, ez a hadjárata is sikertelenül zárult. Egyes források szerint itt is vesztette életét Magyarország hatodik királya. Más források azonban azt írják, hogy az 1087-es kudarc után a horvát királyságba menekült Salamon, és a mai Pula településén telepedett le. Itt egy szent életű remeteként élt szegénységben. Sokat vezekelt és imádkozott. Ráadásul halála után boldoggá is avatták az egykori magyar királyt. A magyar királyságban tehát első Béla második fia, Szent László szerezte meg az egyeduralmat a hatalmi harcban. Ő számos csatát vívott és több törvényt is hozott, de ez már egy másik történet. Ez volt a Szent István halála utáni harmadik hatalmi harcot bemutató videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára!